Szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ezen a zimankós vasárnap délutánon. Viszont ez a dátum nekünk nagyon fontos, mert mi olyan párt vagyunk, mi a Demokratikus Koalíció, ahol a köztársaság nem ruha a nemzet testén, hanem számunkra fontos értékeket hordoz. És a pillanat azért is fontos számunkra, mert létrejött a Demokratikus Koalíció hivatalos pártalapítványa, az új köztársaságért alapítvány, hogy azt gondolom, hogy ez a kettős apropó lehetőség arra, hogy a pártalapítványt is bemutassuk, és megemlékezzünk a köztársaság napjáról, itt Bibó István szobránál, akit hát gondolom sem kell, egész életműve, életútja összeköt a köztársaság eszményével. Mindenek előtt átadom a szót Kolber Istvánnak, aki az új köztársaságért alapítvány elnöke. Cista parancsol. Köszönöm szépen. Tisztelt ünneplő közönség, kedves barátaim, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a Demokratikus Koalíció és az új köztársaságért alapítvány köztársaság napi ünnepén. Sokáig töprengtünk azon, hogy hol ünnepeljük meg ezt a napot. Pár évvel ezelőtt még kézenfekvő volt, hogy Károlyi Mihály szobránál ünnepeltünk, nem messze innét, de a Kossuth tér átépítése során, éppen az átépítésre hivatkozva a Fidesz kormány ezt a szobrot eltávolította, és helyette Tisza István szobrát állította egy rég múlt, letűnt kor eszméjét sugalva. A szobrot arra való tekintettel, hogy Varga Imre szobrászművész alkotta, Varga Imre szülővárosa Siófok befogadta, és Siófokon felállították Károlyi szobrát. A siófoki barátaink a mai napon Siófokon megkoszorúzták a szobrot, és megünnepelték a köztársaság napját. Arra gondoltunk, hogy itt, ezen a környéken nincs méltóbb hely, mint Bibó István szobra. Bibó István a jogász, a történész, a 20. századi magyar politikai gondolkodás egyik kiemelkedő alakja, aki maga is politikus és példamutató életével, munkásságával, máig ható üzenete van az életének. Itt egy kis szerény szobor előtt állunk, egy furcsa és érdekes helyen helyezték el ezt a szobrot. Széri Varga Géza alkotta. Mégis azt hiszem, hogy egy fantasztikus, zseniális szobor, hiszen ha ránézünk Bibó István ismerszobrára, nagyon jól tükrözi a munkásságát, annak a mély erkölcsi üzenetét, ami miatt azt hiszem, hogy a Demokratikus Koalíció és közössége is joggal jött ide erre a helyszínre. 2005-ben a Gyurcsány kormány nyilvánította február 1-jét a köztársaság napjában. Mégpedig azért, mert szeretett volna emléket állítani az első magyar köztársaságnak, hiszen 1918. november 16-án kiáltották ki a Károly Mihály vezetésével működő első köztársaságot. Másrészt 1946. február 1-jén lépett hatályba az a törvény, amely a második magyar köztársaságot a második világháború után a koalíciós időszakban létrejött köztársaságot tulajdonképpen megalakította, és nyilvánvalóan 2005-ben is szerette volna a kormányzat kifejezni az erős elkötelezettségét a köztársasági eszme és a gondolat iránt. Akkor még nem gondoltuk, hogy milyen veszélybe van a magyar köztársaság. De 5-6 esztendő múlva egy lopakodó, agresszív hatalom ezt a köztársaságot gyakorlatilag felszámolta, az intézményeit kiürisítette, az alkotmány helyett egy alaptörvényt hozott, Magyarországon a demokráciát legyengítették, felszámolták, a közösségi állampolgári jogokat csorbították. Mindez egy tisztességes politika erő számára azt a feladatot hozza, hogy újjá kell építeni ezt a köztársaságot, egy új köztársaságot kell alapítanunk. Ehhez rengeteg hétköznapi apró munka is kell. Nos, a párt mellett
Zsolt, Gréci Zsolt barátunk által említett új köztársaságért alapítványnak is ez a feladata, hiszen többek között különböző szakértők, különböző kabinettek azt a munkát vállalják, hogy végig gondolják a programunkat, hogy hogyan és miképpen tudjuk majd újra megteremteni az új köztársaságot, milyen legyen az alkotmányos berendezkedésünk, milyen legyen az oktatás, milyen gazdaságpolitikát, szociálpolitikát folytassunk, mit tegyünk az egészségügybe, és folytathatnánk tovább ezt a munkát. De természetesen nem csak programot kell alkotni, ezt a gondolatot, hogy ezeket a programokat meg is kell ismertetni, hát ezért majd konferenciákat is fog szervezni ez az alapítvány, és hát nem utolsó sorban képzéseket az aktivistáinknak, az önkormányzati képviselőinknek, de hát leginkább az elővendő időszak fiatal politikus nemzedékének. De szeretnél tájékoztatni önöket arról is, vagy benneteket arról is, hogy az új köztársaságért alapítvány kuratóriuma itt a napokban azt hiszem, hogy hozott egy fontos döntést, mégpedig azt, hogy megalapította az új köztársaságért díjat, amely díjat azoknak a magánszemélyeknek és szervezeteknek szeretnénk adományozni az elkövetkezendő időszakban, akik sokat tettek annak érdekében, hogy Magyarországon helyreállítsuk a jogállamiságot, helyreállítsuk a demokráciát, újból megteremtsük a köztársaságot, a mi köztársaságunkat, valamennyi magyar állampolgárnak azt a keretet, ahol nyugodtan, békésen, normális körülmények között egymás iránt szolidaritást vállalva tudunk majd élni az elkövetkezendő időszakban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szép ünnepést kívánok! Hölgyeim és uram, és most átadom a szót Lider Müller Péternek, a Demokratikus Koalíció alelnökének, Európai Parlamenti Képviselőnek. Parancsolj, köszönöm szépen! Kedves barátaim, elég erős kihívás a számomra, hogy ezt a teret bekiabáljam, de mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy halljanak azok is, akik ott távol állnak. Február 1-én a köztársaság napján sok mindent ünneplünk. Ünnepeljük a többször említett második magyar köztársaságot, azt a szimbolikus aktust, amikor az új magyar demokrácia szakított a Horthy-korszak holokauszba torkolló borzalmaival. Tudjuk, hogy ez a köztársaság rövid ideig tartott, és azt is tudjuk, hogy utána mi következett. De pontosan itt Bibó István szobra előtt érdemes arra emlékeznünk, hogy mindvégig, a köztársasági eszme mindvégig ott élt Magyarországon, a magyar társadalomban, gondoljunk 1956-ra, vagy gondoljunk 1989-re, amikor mindannyiunk álma vált valóra azzal, hogy kikiáltottuk a harmadik magyar köztársaságot. És akkor azt gondoltuk, hogy valóban az álmaink valóra fognak válni. Most 2015-ben azt kell mondanom, hogy a jelenlegi kormány egyik legelső intézkedése az volt, hogy még az ország hivatalos elnevezéséből is kihúzták a köztársaságot, majd azt követően, hogy megszüntették ilyen módon is a magyar köztársaságot, utána minden erejükkel azon voltak, hogy lerombolják azt, amit az elmúlt két évtizedben fölépítettünk. Hogy lerombolják a demokratikus intézményeket, lerombolják a köztársaság intézményeit. És mit kaptunk helyette? Hát az illiberális demokráciát. Azt kaptuk helyette, hogy a miniszterelnök ostoba gőgjében arról beszél egy amerikai televíziós társaságnak, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere az egy amerikai találmány. Nagyon csöndesen jegyzem meg, hogy ez a miniszterelnök jogi egyetemet végzett, és talán érdemes lett volna emlékeztetni őt arra, hogy ezt a fékek és ellensúlyok rendszerét egy francia filozófus, Montesquieu találta ki, akinek Amerikához semmi köze nem volt. Honnan tudná ezt ő? De hát honnan tudná ezt ő, kérdezi a kollega, és ebbe egyet kell értenünk. Szeretném mondani, hogy a miniszterelnöket ez azért nem érdekli, mert számára Oroszország, Kína meg Szingapúr a példa. Azokat a demokráciákat kívánja követni. És gondoljuk csak el, mit kaptunk még? Kaptunk stadionokat például. Igaz, hogy nincsenek benne említésre méltó futballisták, de stadionok vannak. Kaptuk a sajtószabadság korlátozását. Kaptuk a civil szervezetek ellehetetlenítését. És kaptuk, és ez a legborzalmasabb, a drámaian növekvő szegénységet.
Ezt kaptuk az egyik oldalon. És mit hozott az illiberális demokrácia a másik oldalon? Hát Lázár Jánosnak például egy Rolex karórát. Szijjártó külügyminiszternek például egy 170 milliós villát. Gósa kollégának pedig új-zélandi kalandozást, ott követi a különböző beatzenekarokat. Azt kell mondanom, ezt kaptuk, ezt az egész undorító, lopásra, csalásra, hazugságra épülő, szerintük persze jobban teljesítő Magyarországot. Ez váltotta föl a harmadik köztársaságot, ez váltotta föl az álmainkat, ez a szenny. És azt kell mondjam, hogy azért mindannyian felelősek vagyunk. Azért, hogy hagytuk, hogy így legyen. És persze én tudom, látom, hallom, hogy ma nem kevesen vannak, akik azt mondják, a köztársaságnak vége. Akik azt mondják, nincs már kiút ebből az erkölcsi fertőből, amit ránk borítottak itt. Akik azt mondják, hogy olyan a kormányzati gátlástalanság, a demagógia, az állandó hazudozás, hogy ezek sárba tiporták a politikai erkölcsöt, hogy nincs már esély. De higgyétek el nekem, mély meggyőződésem, mélyen hiszek abban, hogy nincs igazuk. Igenis azt gondolom, hogy van remény, és ha körülnézek, azt gondolom, hogy ez a remény egyre inkább nő. Igenis, úgy van, ahogy Kolbert Pista barátom mondta, föl fogjuk építeni ezt az új köztársaságot, és azt fogjuk nekik tanácsolni, őnekik, akik elküldtek ebből az országból több százezer fiatalembert, azt fogjuk nekik tanácsolni, ha nem tetszik nektek a negyedik köztársaság, menjetek el ti is Londonba. Mi azt szeretnénk, hogy olyan köztársaságot építsünk föl, olyan köztársaság legyen ebben az országban, ami szilárd morális alapokon nyugszik, ami közös értékeket jelenít meg, ami felelősséget vállal ezért az országért, felelősséget vállal mindannyiunkért. Olyan köztársaságot akarunk, ami a demokráciára épül, ami tiszteletbe tartja az emberi méltóságot, ami a szabadságot és az azzal járó felelősséget teszi a köztársaság alapjává. Nem akarunk illiberális demokrációt, normális, európai köztársaságot akarunk, egyenlőséget akarunk, szabadságot akarunk, és jogbiztonságot akarunk. Azt kell mondanom, hogy a mi köztársaságunk, amit mi a demokratikus koalíció fogunk fölépíteni, mi nem fogjuk eltűrni a kilátástalan szegénységet, nem fogjuk eltűrni a kilátástalan elszegényedésnek a veszélyét, nem fogjuk eltűrni azt, hogy ezt a reménytelen szegénységet újfasiszta hordák használják ki, és megpróbálják az embereket különböző lehetetlen helyzetbe kényszeríteni. Olyan társadalmat akarunk, és olyan köztársaságot fogunk fölépíteni, amelyben mindannyian felelősséget vállalunk azokért az emberekért, akik a társadalom peremére szorultak. Ezeknek az embereknek ki fogjuk nyújtani a kezünket, és azt fogjuk mondani, nem csak segélyeket akarunk nektek adni, hanem azt akarjuk, hogy részesei legyetek ennek az országnak. Reményt adunk nektek, jövőt és perspektívát. Mert nincs más köztársaság, csak olyan, ami mindannyiunkra vonatkozik. Nem csak a gazdagokra, a Rolex órásokra, hanem mindannyiunkra, azokra is, akik a legkilátástalanabb szegénységben élnek a különböző magyarországi szegénytelepeken. Azt szeretném mondani, hogy a mi köztársaságunk az senkit, a szó legszorosabb értelmében senkit nem fog kirekeszteni. Ez egy befogadó köztársaság lesz. Mi azt fogjuk mondani, kinyitjuk az ajtót, ablakot, mindenki jöjjön ide, és közösen tegyünk valamit. De persze mindazok, akik az elmúlt években ezt az országot oda vitték, ahova most van, azokra egy kicsit más szemmel fogunk nézni. Azoknak nem fogjuk azt mondani, hogy drága barátai, minden bűnötök meg van bocsájtva. És a megbocsátás az nem jelenti azt, hogy elfelejtjük azt, amit tettetek. Tönkretettétek ezt az országot, a másik, az új köztársaságban egészen másfajta világ lesz, nem lesz olyan embereknek hely, mint amilyenek ti vagytok. Kedves barátaim, én tudom, nagyon hosszú út előtt állunk. Azt is tudom, hogy nagyon sok munkát kell még elvégeznünk, és nagyon sok olyan helyzettel szembesülhetünk, ahol úgy érezzük, hogy megint a reménytelenség győz. De higgyétek el nekem, nincsen más út. Jó úton járunk, egészen biztosan tudjuk mindannyian, akik itt vagyunk, hogy nincs más út. Jó úton járunk, és ezen az úton kell végigmennünk. Olyan országot és olyan köztársaságot fogunk fölépíteni, ahol senkinek nem kell félnie, ahol mindenki otthon érezheti magát, és mindenki otthon is fogja érezni magát.
Ezért a köztársaságért, ezért a Magyarországért fogunk dolgozni a következő hónapokban és években is. Köszönöm a figyelmeteket! Hölgyeim és uraim, akkor eljött az ünnepélyes pillanat, elejezzük a koszorút. Jó Isten szobránál. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, és itt Bibó Istvánt emlegettük, azt a Bibó Istvánt, akiről egy elnevezett szakkollégiumban tanult a jelenlegi miniszterelnök, de úgy látszik a névadóra már nem emlékszik. Montesquieu neve végképp nem mond neki semmit, ez is kiderült, de talán Bródy János neve mond neki valamit. Lesz még egyszer szép a világ, lesz még magyar köztársaság, álljunk fel hát érte, úgyhogy most arra kérek mindenkit, hogy akkor irány a Kossuth tér és vegyünk részt a tüntetésen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.